A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, új épületbe költözött a Mátyás Corvinus Kollégium itt Székesfehérváron. Vendégeim itt a stúdióban Östör Anna Mária, az MCC Székesfehérvári képviseletvezetője, és Szabó Bakos György, középiskolás koordinátor. Köszöntöm Önöket itt a stúdióban. Hát nagyon nagy változás ez azért. Néhány éve ugye elindult itt Fehérváron is a Mátyás Corvinus Kollégium, ugye akkor még az inkubátorházban a Királysoron, és most meg egy teljesen új épületbe költöztek. Miért is volt erre szükség, és hol is van ez az új épület? 2021-ben kezdtük a Matthias Corvinus Kollégium működését Székesfehérváron, hogy az elejéről kezdjük egy kicsit. Akkor még egy évfolyammal és a középiskolásokkal, úgyhogy bőven elfértünk egy darabig az inkubátorházban, ahol egyébként nagyon jó helyünk volt, de kicsi lett, kinőttük. Nagyon sok a középiskolás diákunk, 4 évfolyamos most már a fiatal tehetségprogramunk, és az előadásainkat is egyre többen látogatják. Úgyhogy őszintén már nagyon féltem a rendezvények meghirdetése előtt, hogy nagyon hamar le kellett zárni a regisztrációt, hiszen annyian érdeklődtek, hogy már nem fértünk be. És sokáig kerestünk Székesfehérvár belvárosában épületet, hiszen azért az nagyon jó, hogy a belvároshoz közel vannak az iskolák. A diákoknak majdnem az összes gimnázium ott van a környéken, be tudnak jönni hozzánk, sokan érkeznek úgy, hogy akár csak leckét írni. Úgyhogy nagyon örültünk, hogy a Táncsics utca 2-ben találtuk ezt az ingatlant. Mennyi helyiséggel rendelkezik most ez az új ingatlan? Ugye tényleg nagyon sok programnak ad otthont most ugye ez az épület is akkor innentől kezdve. Hát a felújítás kapcsán igyekeztünk helyreállítani a régi állapotokat, hiszen ez az épület 1903-ban épült, az osztrák-magyar monarchia bankja volt ez az épület. És általában bankként funkcionált a továbbiakban is, de hát a modern kor követelményeinek megfelelően egyre több kis, hát ilyen luxszerű szoba lett benne, úgyhogy ezeket az újonnan hozzáépített falakat, pótlásokat kibontottuk, és gyönyörű helységeket találtunk. Úgyhogy van nagy termünk, amit 3 részre tudunk osztani egy fallal, tehát tudunk különböző létszámú rendezvényeket tartani. A diákjainknak kényelmes tantermek állnak rendelkezésére, és 2 közösségi terünk is van. Többször beszélgettünk már egyébként így a Matthias Corvinus Kollégiumról, de most újra akkor így a költözés kapcsán lehetőségünk nyílik erre, hogy ugye 2021-ben kezdődött, vagy hát lett itt helye az MCC-nek Székesfehérváron. Annak idején, amikor itt megjelentek, akkor ez így miért volt fontos, hogy legyen itt a városban? Mi is a Matthias Corvinus Kollégiumnak a lényege? Miért olyan jó ez a diákoknak? Az MCC a legnagyobb hagyományokkal és a legszélesebb spektrummal rendelkező tehetségkutató program Magyarországon, de az egész Kárpát-medencében is. Foglalkozik középiskolásokkal, fiatalokkal, felsősökkel, egyetemista programjuk is van, posztgraduális képzések, tehát tulajdonképpen egy egész életpályát átívelően tud segíteni a fiataloknak, külföldi ösztöndíjakkal, és azt, hogy Székesfehérváron kezdhetik a fiatalok ezt a pályafutást, ez rettenetesen fontos. De egyébként az MCC egy értékalapú, hazafiasságra nevelő program is, és ezt az értéket, ezt mi felvállaljuk, és próbáljuk a diákjainkat arra felkészíteni, hogy tanuljanak, lássanak világot, minél többet, és utána jöjjenek haza.
Kik tanulhatnak itt a Mátyás Corvinus kollégiumban? Hány éves korosztály? Milyen csoportok vannak? Van a FIT program. Itt a városban ugye a Fiatal Tehetség program működik, az 5. évfolyamtól 8. évfolyamig vannak diákok. Abba a 5. évfolyamtól csatlakoznak diákok, illetve van egy FIT mellett egy klub is, amiben még többen járnak, tehát nem csak egy évfolyam van. És én a középiskolás programot viszem, ott pedig 9. évfolyamtól tulajdonképpen az érettségig vannak benne diákok. 3 évvel ezelőtt, amikor elkezdődött a középiskolás program, akkor azt a célt tűztük ki, hogy itt 200 diákot szeretnénk bevonni a városba ebbe. Ezt most el is értük, és ezért is volt indokolt egy új épület, amelyben végre van saját klubhelyiségünk is, stb. Tehát eddig osztozkodtunk a fitesekkel, de most tényleg megvannak a saját tereink, úgyhogy itt a megnyitó kapcsán még nem sikerült annyira belakni az épületet, de a hét során már folyamatosan jöttek, szinte minden nap voltak ott benn diákok, más versenyre is készültek, akkor jöttek, de a saját vitaversenyünkre is, és most lesz igazából az első olyan klubunk, amit már tényleg itt tartunk klub délutánt, és aztán jönnek az ötletek, hogy akkor hogyan is rendezzük be a saját tereinket. Hogyan lehet valaki MCC-s diák? A Fiatal Tehetség programba felvételizni kell, mivel ott korlátozott a létszámot. 25 diákot tudunk felvenni. Az általános iskolába mennek a kollégák, ott toboroznak, és utána egy felvételi folyamaton vesznek részt a gyerekek, ahol néznek bizonyos IQ-teszteket, tehát nem a bizonyítványt nézik, és nem a jegyeket, és a megtanult tananyagot, hanem képességeket néznek. Az IQ, tehát az intellektus tesztek mellett nagyon sok hangsúlyt kap az érzelmi intelligencia, pszichológus beszélget a gyerekekkel, hogy tudnak-e csapatban dolgozni, mennyire kitartóak, és ez alapján vesztük fel a 25 gyermeket. De egy újdonság, hogy akik nem kerülnek be a programba, nekik egy ilyen klub szinten 2 hetente tartunk foglalkozást, ahol ugyanúgy MCC-s előadók tartják a foglalkozásokat, és egyfajta kapcsolódási pont, amikor is már a Gyuri elmeséli, hogy hogyan tudnak a középiskolás programba csatlakozni. Igen, tehát várjuk az első évfolyamot a fitesek közül, akik most csatlakoznak majd hozzánk, tehát egyrészt a FIT-ből érkeznek hozzánk diákok. A középiskolás programban viszont most nagy változás állt be a felvételinél, eddig csak egy esszével kellett jelentkezni, ez most megváltozik, illetve az is, hogy mikor lehet jelentkezni. Eddig folyamatos jelentkezésre volt lehetőség, és évente 2 kiemelt felvételi időszakokat tartottunk, de ennek vége, most volt az utolsó ilyen felvételi időszak, és átállunk egy teljesen más rendszerre, amelyben valószínűleg lesznek így megnyitva, tehát most áprilisban legközelebb talán, ezt a KP, mint középiskolás program, tehát kpmcc.hu honlapot ajánlom figyelembe, ott lehet részleteket találni. Az valószínű, hogy egyébként egy téli felvételi időszak lesz ezen kívül majd mindig, tehát évente egyszer, és amúgy a rendszer pedig le fog zárni. Az, hogy mivel, az eszé is valószínűleg változni fog, tehát egy motivációs levél, egy szóbeli felvételi meghallgatásra is sor fog kerülni innentől kezdve. Ennek egyébként többek között oka, nem menjünk ebbe bele, de a mesterséges intelligencia megjelenése. Tehát mindenképpen személyesen szeretnénk a diákokkal találkozni. Hogyan épülnek fel az egyes kurzusok, vagy programok, vagy nem tudom, tehát hogy így a tanévnek a rendje az milyen időközönként találkoznak a diákok? Szeretnék minél többször találkozni velük. A középiskolás program szlogenje ugye az MCC annyit oda, amennyit beleraksz, szeretnék minél többet adni. Ehhez viszont találkozni kell velük. Rengeteg lehetőség van. A 3 rész lehet alapvetően bontani. Az egyik az online rész. Ezt ők intézik, olyan, mintha egyetemisták lennének, egy saját Moodle fiúkjuk van, és ebben online kurzusok meg vannak hirdetve, közgazdaságtan, jog, íráskészség, rengeteg lehetőség közül válogathatnak, és ez az évek során ők maguknak beosztják, hogy mikor és mit szeretnének ebből végezni. Emellett
Vannak az úgynevezett nagy régiós központok, ilyen a fehérvári diákok többsége Budapesthez tartozik, de van, aki Pécs, György választotta, tehát rajtuk múlik ez is, de nyilván közelebb van Budapest, és itt ilyen szakmai rendezvények vannak szombatonként, ezekre lehet járni, egy fél évben van 10 ilyen alkalom például Budapesten, és akkor, hogyha érdekli őket a program, akkor erre mennek. A klubdélutánokat pedig heti rendszerességgel tartunk itt a városban. Ez az alap igazából. És akkor innen, hogyha ezeket valaki teljesíti, ez az aktivitás mérője tulajdonképpen, hogy valaki kurzust vitt, valaki KP szombatokon megjelent, klubdélutánokra eljött, és hogyha ezeket teljesítette, akkor innentől nyílnak meg olyan plusz lehetőségek, mint nyelvi képzésre lehet járni, rengeteg kirándulás, tábor van, most éppen a téli táborra készülünk, ott ország különböző pontjairól 360 diák fog együtt táborozni most február folyamán. Nemzetközi utak, ezek főleg 11-es kortól nyílnak meg, tehát a különböző lehetőségeken a programban belül aztán lehet még pályázni, és a többi, és ez az aktivitás nagyban számít. Nyilván egy motivációs levél azért sokat tud dobni ebben, hogy valaki bekerüljön ezekre a plusz lehetőségekre, de alapvetően azért sokat számít az aktivitás is. Milyen tantárgyakat tanulnak? Tudom, ez most így nem biztos, hogy egy jó kérdés, hiszen itt... Igen, mi tantárgyakon nem igazán beszélünk. Igen, hiszen ez egy ilyen... tanításon kívüli képzés, vagy nem tudom, tehát oktatás, de hogy milyen témakörökben akkor így mondjuk? Igen, ha a középiskolás programot nézzük, az alapvetően társadalomtudományok felé orientált. Ott említettem például ezt a közgazdaságtan, jog, vannak kifejezetten irodalmi, történelmi témájúak, az íráskészség, ez önéletrajz, motivációs levélírásra trenírozza a diákokat, ezek az ilyen online kurzusok. De alapvetően ezeket a szakmai rendezvényeket is tudom ajánlani, tényleg ezek tematikusak, tehát egy téma köré épülnek, a diákok egész nap ezzel foglalkoznak, nyilván azok a diákok mennek ezekre, akiket érdekel, tehát együtt vannak, a kortárs beszélgetésekből rengeteget tudnak épülni, tehát igazából ilyen területeket tudnék mondani, amiket mindenfelé el lehet menni, és ami érdekli őket, azok azt választják. A Fiatal Tehetség program egy kicsit más, hiszen ott nem kimondottan a társadalomtudományok felé megy el, hanem ott inkább egyfajta érdeklődés felkeltéssel, hiszen ők még kicsik, ők bármilyen irányba elindulhatnak, ezért tanulnak például a fizika rejtelmeiről, rejtélyes építészetet, bioszkalandon vehetnek részt, lesz olyan kurzusuk, hogy zene és matematika, tehát a művészeti vágat sem hanyagoljuk el, és mind a Fiatal Tehetség programban, mind a középiskolás programban nagy szerepet kapnak a pszichológiával összefüggő személyességet megismerő, azt fejlesztő kurzusok is. Igen, és ugye hát nagyon sokat kísérleteznek is ezek a kicsik, akik megjelennek az MCC-nek az épületében. Egyszer-kétszer már voltunk mi is forgatni, és tényleg nagyon érdekes dolgokat láthatnak, tapasztalhatnak. Igen, mint kis kutatók van, mikroszkópjuk, köpenyük, tehát ezek azok a pluszok, mivel mi nem az iskolai oktatásnak akarunk a konkurenciái lenni, hanem mi hozzáadni szeretnénk. És ezek azok a pluszok, feltételek, amiket az iskolai oktatás nem tud adni egy gyermeknek most. Milyen előnyei, nyilván most azért már beszélgetünk erről, de milyen előnyei lehetnek annak a diáknak, aki bekapcsolódik az MCC képzésbe? Itt most arra is gondolok, hogy egyébként azok, akik elkezdik a Fiatal Tehetségprogramot, automatikusan mehetnek-e tovább mondjuk a középiskolás programba, és hogy mi történik majd azokkal, akik már nem középiskolások, nekik milyen lehetőségeik adódnak? Az egyetemi program nyitott számukra, de szintén felvételizni kell egyébként. Itt az egyetemi központ, nagyon egyetemi városokban van egyetemi programja az MCC-nek. Sőt, hogyha a középiskolás programból még van is egy előny, nem automatikus ide a felvétel, de nekik van egy előfelvétel is például, akik a középiskolás program tagjai, ők már most volt január elején nekik például egy felvételi kör, tehát már most be tudják biztosítani a helyüket az adott városban, ahol szeretnének tovább tanulni. És egyébként említettem, hogy a középiskolás program és társadalomtudományok felé orientált, de ettől függetlenül nem csak ilyen érdeklődési diákok vannak a programban sem,
És az egyetemi program is olyan, hogy azt az egyetem mellett végzik. Tehát vannak olyan hallgatók, akik orvosi egyetemre járnak, és mellette az MCC egyetemi programját végzik. Tehát nem kizáró igazából, mert az, hogy valaki más területen van, tehát akár műszaki, vagy tényleg orvosi pályán, ettől függetlenül még az, hogy jogi vagy közgazdaságtani ismereteket szerez magának, ez mindenképpen hasznos lehet a jövője szempontjából. És egyfajta világlátást, amit nem csak az iskolai programjainkkal a diákoknak, hanem amit a város lakóknak is szeretnénk megmutatni. Ezért tartjuk nyilvános rendezvényeinket, előadásainkat, ahol a mindenkit érdeklő témákban hívunk előadókat. Arról, ami éppen érdekes, az aktuális háborúkról, közgazdasági kérdésekről. De például volt olyan előadásunk nagy sikerrel, hogy kiölte meg Kennedy-t a Kennedy legenda köré. De volt már amerikai professzor is, aki összehasonlította a magyar és az amerikai diákok olvasási szokásait, hogy egyáltalán mennyit foglalkoznak az irodalommal, kiket ismernek, hogy eltehetjük-e már a könyvet a spázba, és elő se kell vennünk többet. Tehát olyan kérdésekkel foglalkozunk, amik valóban érdekelhetik most a társadalmat. Ezt egyébként mindig meghirdetjük, regisztrációt kérünk, de nagy szeretettel várunk mindenkit, hiszen most már sokkal nagyobb befogadó képességű előadókban tudunk fogadni előadókat és a vendégeinket. És amit szeretnénk erősíteni, az idegen nyelvi előadások. Eddig nem volt sok terünk és lehetőségünk, hogy flottul megoldjuk a fordítást, a tolmács elhelyezését, azonban most már a feltételek ehhez adottak. Úgyhogy akik szeretnék a nyelvet gyakorolni, beszélgetni egy idegen nyelvű professzorral, németül, angolul érkeznek majd hozzánk, lesz rá lehetőségük. Mit lehet tudni az oktatókról? Tehát, hogy mondjuk így, hogyha a fehérvári csapatot nézzük, akkor hányan vannak az oktatók? És hát amikor elmegy egy diák, mondjuk most, hogy fiatal tehetségprogramot nézzük, vagy a középiskolás programot, akkor kapnak-e a kezükbe valamilyen könyvet? Vagy ez tényleg arról szól, hogy ott meghallgatják az előadást, és abból esetleg jegyzetelnek, vagy hát mondjuk akik kísérleteznek, azok nem tudom, hogy egyébként le is jegyzetelik-e azt, ami történik. De milyen oktatócsomag van, akkor így kérdezem. Itt a városban alapvetően nyelvi oktatóink vannak, tehát vannak nyelvi kurzusok, amikre járhatnak a diákok. Én mondjuk vitát tartok, mint oktatónak, hogyha nevezhetem így magam, de alapvetően a FIT program is úgy működik, illetve a középiskolás program is, hogy van egy oktatógárda, akik országot járják, és igazából őket lehet hívni. A diákoknak most is kiküldtem december folyamán egy igényfelmérőt, amelyben összeszedtem, összeválogattam, hogy kik azok, akik Fehérvárt vállalják, hogy ide jönnek, érdekelheti esetleg a diákokat, és az alapján ők megszavazták, hogy kik érkezzenek hozzánk, és így építettem föl például ezt a fél évet. A FIT-ben ott pedig van egy menetrend, hogy nem tudom, melyik évfolyamnak éppen az adott fél évben milyen kurzusokat kell elvégezni. A fiatal tehetségprogramban mindenki ugyanazt kapja. Tehát ugyanazok az oktatók a témáikkal járják végig az országot, hát természetesen többen, és a Kárpát-medencét, hiszen ezt ne felejtsük el, hogy most már Erdélyben, a Felvidéken is van MCC, és az idén talán nyitunk Szerbiában is, úgyhogy ők járják az országot és a Kárpát-medencét. Tehát ott egy egységes tematika van, nagyon szigorú előminősítésű oktatók jönnek. A középiskolás program egy kicsit szabadon választottabb, de ott is ahhoz, hogy valaki bekerüljön az MCC-s oktatói adatbázisba, azért valamit le kell tenni az asztalra, talán vezető tanárok vannak Budapesten, is, hogy akik kutatják tulajdonképpen őket, lehet ajánlani is, és akkor ők felveszik a kapcsolatot az adott előadóval, bekerül egy oktatói adatbázisba, és onnantól kezdve az ország bármelyik részére, amit vállal, oda hívható. Mit tesznek azért, hogy a diákok és mondjuk a szülők megtudják, hogy ez a Matthias Corvinus Kollégium mit tud, mit adhat a diákoknak, hogyan ismerkedhetnek meg a szülők, és nyilván a legfontosabb a diákok azzal, hogy milyen képzések, lehetőségek, kurzusok vannak.
A FIT-nél ez mondom egy kicsit más, a középiskolás programban mi alapvetően a diákok érdeklődését szeretnénk felkelteni, ezért az iskolákat járom. Most éppen túl is vagyunk egy felvételi időszakon, úgyhogy a szerencsére az iskolák zömét már korábban azért a felsőbb évfolyamokat lejártam, úgyhogy innentől kezdve mindig csak a 9. évfolyamokhoz megyek az adott felvételi időszakban. A fiatal tehetségeknél igen, ott a szülőt is meg kell győzni, de azért elsősorban a gyerekeket keressük meg, hiszen nem szeretnénk azt, hogy szülői nyomásra csatlakozzanak a programhoz. Persze ez... Igen, a szülő is gyakorolhat azért nyomást a gyerekre, hogyha úgy érzi, hogy ez számára jó lenne, de mi azokat várjuk, akik szívesen jönnek hozzánk. De egyébként ez általában így van, és nagyon szívesen töltik velünk az idejüket, jönnek a külön programjainkra, a falsangokra, kirándulásra, táborokat szervezünk, úgyhogy nagyon szeretnek hozzánk járni. Most a megnyitón is a kórusban, a fitesektől kezdve szülőkig voltak itt az alkalmi kórusban, ami összeállt, nagyon jól nézett ki. Mert hogy vannak egyébként nyílt napok is, ugye? Amikor így a kicsik például beletekinthetnek abba, hogy mi minden zajlik egy ilyen... Igen, a város felületein ezt meg szoktuk hirdetni, hogy mikor vannak ezek a nyílt napok, és akkor jöhetnek a szülők is, gyerekek is, az idén is fogunk ilyet szervezni, úgyhogy megnézhetik, megismerkedhetnek az oktatóinkkal, akik tulajdonképpen oktatják és nevelik a gyerekeket. Ugye nekem is az egyik gyerekem nagyon érdeklődött, ugye még kicsi, és hát így meséltek róla, és akkor így mondta, hogy szeretne járni. De az még egy másik dolog, hogy az ember szülőként így azt gondolja, hogy itt annyi minden képességet elő tudnak hozni a gyerekből. Tehát, hogy amit így nem is gondolnánk, hogy benne van, de elmegy egy mondjuk egy kísérletezésre, vagy egy középiskolás programba, és hogy azok, amiket eddig nem is tudtunk, azok úgy előjönnek. Milyen képességek azok, amik még így fejlesztődhetnek, vagy hát lehet őket fejleszteni? Most megelőzöm a Gyurit, mert szakmailag ezt ő tudja elmondani, hiszen ő tanárember, de számomra az a legfelemelőbb, amikor látom, hogy egy gyerek kinyílik, hogy jön egy kicsit félős, gátlásos, nem mer nagyon megszólalni, meghúzódik a sarokban, és utána a szülők mondják, hogy egészen megváltozott a gyerek, hogy kinyílt, velük is sokkal kommunikatívabb, megváltozott. Társai lettek, barátai lettek, és érdeklődik a világ iránt. Ez számomra a legfontosabb. Igen, az, hogy kinyílik a világ, tényleg, hogy az érdeklődő, nyitott diákok. Itt erre egy nagyon jó példa, amit említettél, hogy például vitánál, amikor egy szülőtől, tanártól kapok visszajelzést, hogy mennyire megváltozott a gyermek. De a különböző személyiségfejlesztő kurzusok, mondjuk a jövő héten lesz a következő klub délutánunk, és az tanulásmódszertan például. Tehát nyilván az olyan dolgok, amelyek, hát mindenki tanul, de lehet ezt fejleszteni. És mennyivel könnyebb lesz, hogyha tényleg olyan módszerekre tesz szert, amelyek aztán segítenek neki a jövőben. Egyébként Gyuri képzett vita oktató, és ez egy olyan hasznos tudomány, amivel mondjuk akár az érettségire is készülhet a gyerek, de ha erről mondanál egy pár szót. Az érettségire, vagy például a felvételire, különböző versenyekre, most az OKPV lesz itt regionális forduló, előtte még egyébként pont egy vitaverseny regionális fordulója, az első itt a városban, amit tartunk most következő hónapban. És az érvek építése, logikusan felépíteni, hogyan szedjük össze azokat az elemeket, hogyan osszuk be, hogy mikor mit mondjunk. Úgyhogy ezek mind nagyon fontosak, és tényleg a diákok összeszedetten elő tudják adni a gondolataikat. Tehát nem elég megtanulni valamit, azt elő is kell tudni adni. Én mindig csak sajnálni tudom, hogy én nem lehettem MCC-s. Hogy egész más képességeket fejleszt most ez a tehetséggondozó program. Mondjuk ez a vita, amit mond, hogy ott egy diák gondolom, aki nem is gondolja, hogy képes arra, hogy kiálljon mondjuk
a közönség elé és beszéljen. Gondolom, hogy ebben is azért lehet őket segíteni. Igen, igen. Nagyon bátorítjuk őket, tehát nincsen semmi következménye, főleg, hogy a klub keretein belül gyakoroljuk ezt. És aztán a folyamatos fellépésekkel, stb., hogy benne van ebben, ez a formális vitát elsajátítja, és akkor már mer utána megszólalni. A pályaválasztásban mekkora segítséget nyújthat egy ilyen MCC-s kurzus? Hogyan lehet őket így terelgetni, hogy mi lenne a jó? Ez az egyik legfontosabb eleme tulajdonképpen, ez a pályaválasztás, hogy segítsük. Folyamatosan találkozhatnak azokkal a tudományterületekkel, ami érdekli őket, azon belül, hogy pontosan mi érdekli őket, összekötjük akár egyetemistákkal, ugye vannak kapcsolatok, jönnek le, találkoznak velük, vagy táborokban, például most is jönnek velünk felnőttekkel, egyetemisták is, és mi fogjuk felügyelni majd a középiskolásokat, tehát velük való beszélgetésekből rengeteget tudnak épülni. Szoktunk tartani ilyen pályaorientációs beszélgetéseket, és ez általában úgy van, hogy tizedikben, amikor miatt választanak, hogy milyen fakultációra mennek tovább, emelt szintű előkészítőre, a tizedik év folyamon, és 12-ben pedig az ősz során, mielőtt beadják a felvételjüket, akkor, hogyha ezt igényli valaki, beszélgetünk, vagy tényleg összekötjük valakivel a közadott területen van, hogy segítsen neki ebben. A szülők mennyire tudnak belepillantani az MCC életbe? Mennyire láthatnak bele, hogy a gyerekük az mi mindennel foglalkozik? A középiskolások, ők saját maguk választják ezt. Tehát ott nincsenek ilyenek, hogy nyílt óra, vagy tehát annyira így nem. De ugye a Fiatal Tehetségprogramban vannak a nyílt napok, oda be lehet jönni, és szerveztünk már családi napot is, és fogunk még ilyeneket, ahol megismerkedhetnek az oktatóinkkal, az egész rendszerrel. Mennyire van nyomás a gyerekeken, a diákokon, hogy hát ugye erről mondjuk számot kell adniuk, hogy mi az, amit épültek mondjuk egy tanév során. Van-e ilyen, hogy felmérőt írni, vagy beszámolni? Szóval van egy ilyen, hogy visszakérdezik azt a tudást, amit ott szereznek? Hát a kurzusokon visszakérdezik, tehát mondjuk a Fiatal Tehetség Programban is van mondjuk egészségügyi tudatosság, és akkor arról természetesen számot kell adni egy internetes oldal segítségével. Tehát azért nem úgy van, hogy csak úgy elmeséljük és kész, tehát azért oda is kell figyelni, és ha valaki ezeket nem teljesíti, akkor megköszönjük a részvételt. De ilyen, mint lecke, osztályzat, tehát ilyenek nincsenek, viszont mindenki névre szóló és részletes értékelést kap az év végén. Tehát a középiskolás programban pedig az online kurzusok, amiket végezhetnek, választanak, azokra kapnak programbizonyítványt az érettségiükkor, tehát nyilván ott van egyfajta számonkérés, de ezeket, ha nem sikerült esetleg teljesíteni, vagy rájött, hogy nem érdekli, nincsen következménye annak, hogy most nem végezte el az adott kurzust. Ez egy segítség. Tehát ha valaki már itt látja, hogy ő közgazdás szeretett volna lenni, de a második közgazdasági kérdés után rájön, hogy ez nem az ő világa, akkor ez sokkal jobb, ha kiderül. Úgyhogy ezért ennek így következménye nincsen, de hát azért elvárások vannak. Például elvárás az ugye, hogy azért ezeken az alkalmakon, akár egy szombaton, akár délutánokon ugye részt kell venni. Azért ez egy jó nagy szervezést igényel szerintem a családok szempontjából, de hogyha elindul valaki ezen az úton, akkor mennie kell, gondolom. Igen, valakinek még kevés is, tehát pont ebből most szeptemberben indul egy új projekt, ami a KP Fakt néven fog futni, tehát hogy valakinek még kevés is az, amit jelenleg végeznek, úgyhogy ez az ösztöndíj programhoz, mert létező program volt, egy 20 diákot vontak be, eddig most már második éve futó program, ahhoz hasonlóan még többet próbálnak adni. Tehát tényleg nyilván van, akinek nehéz, hogy a sporttól, stb., akár a szombatokat beáldoznia erre, de hát ez választás kérdése, hogy akarja-e.
alapvetően attól még folyamatosan választhat a programon belül, tehát hogy őt mi érdekli, de egy folyamatos aktivitást azért egyre inkább elvárunk, és valaki meg annyira terhelhető, hogy egyszerre több kurzust visz, és nem tudom, minden szombaton ott van, és egyébként a klubok mellett még a vitaklubba is jár itt a városban, tehát... Azért általában jó képességű gyerekek jelentkeznek, és ők terhelhetőek is, de nem mindenki sportol, bár ugye van, akinek megy ez együtt is, bármennyi, de az sem ül otthon, nem a számítógépe előtt ül, mert most ugye észrevettük, hogy elvesztek az emberi kapcsolatok, hogy talán nincs is annyi barátjuk a gyerekeknek, az iskolákban már nem nagyon működnek ezek a szakkörök délutáni programok, hogy valami közösséget, társakat, közös érdeklődésű gyerekek vannak egy helyen, hogy ennek micsoda előnyei vannak. És ugye, amit mindig hallunk, hogy máshoz kell mérni magad. Tehát amikor valaki nagyon jó egy bizonyos osztályban, és ő a legjobb tanuló a hetedikes osztályban, és eljön, és látja, hogy más iskolák is vannak, és máshol is lehet jó. És aztán ez így folytatódik. Elmegy egy jó középiskolába, és akkor találkozik más középiskolákkal, és rájön, hogy hoppá, lehet, hogy van még mit fejlesztenem magamban. És utána ezt a képességet, ezt a tudást, ami lehetőséget kap, hogy az MCC-n akár külföldön is kipróbálja, a külföldi egyetemen eltöltött egy-két hónap alatt. Tehát ezek azt hiszem, hogy mind élményt adnak, inspirálnak, és olyan kapcsolatokat szereznek a gyerekek, amik aztán pótolhatatlanok. És nekem egyébként, én nem voltam ott ezen az épület átadón, de láttam róla a felvételeket, hogy tényleg együtt énekelt a kórus. Nekem abból az jött el, hogy olyan, mint egy család ez az egész MCC. Tehát, hogy ők úgy kórusban énekeltek többen, hát nekem legalábbis így ez fogalmazódott meg, hogy nem is csak a diákok külön-külön, hanem így együtt létezik az összes csapat. Az oktatóink vettek részt benne, szülők, középiskolás diákok, a kicsik, fiatal tehetségek, és ugye nem lehet mindent az időhiányra fogni. Különböző helyeken dolgoznak, a szülők is különböző iskolákba járnak, és sikerült ezt a majdnem 30 embert úgy fellelkesíteni, és olyan közösségi munkára kérni, hogy ilyen eredménnyel zárult, mert azért az a kórus az... Azt hiszem, hogy szakmailag is nagyon ott volt. És tartjuk a kapcsolatot az alumnival is, tehát ugye a rendezvényt is volt. Igen. Diákunk, KP-s diák vezette le, aki most már Budapesten az egyetemi programban van jelenleg. De volt olyan, volt tanítványom, akit annak középiskolában tanítottam, és ő is ott volt a megnyitón, ő pedig a vezetőképző akadémiát végezte az MCC-ben. De például most itt az éneklésnél ott tehát hogy volt egy ilyen énekkar vezető, aki így felvállalta ezt a szerepet, vagy volt egy diák, aki jól énekelt, vagy van egy oktató, aki jól énekel, és akkor azt mondta, hogy akkor ezt most betanítja. Hát ezért a véletlenre nem bíztuk, tehát egy olyan tanárnő, akinek a férje tanította angolt nálunk, Molnár tanár úrnak a felesége, ezt elvállalta, hiszen azért minden egy szakma. Tehát én, ahogy itt ezt most elnéztem, tehát ez nem olyan, hogy kigondolom, hogy lesz egy kórus, mert a szakmai tudás nélkül nem lesz kórus. De nagyon szépen megszólalt, mert én hallottam. Úgyhogy... Nagyon, nagyon. Köszönöm, hogy a vendégeim voltak, és egy kicsit tudtunk beszélgetni a Mátyás Corvinus kollégiumról, itt a székesfehérvári működésről. Köszönjük a lehetőséget. Kedves nézőink, a köztér vendége volt Östör Anna Mária, az MCC székesfehérvári képviseletvezetője, és Szabó Bakos György, középiskolás koordinátor. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.